Nyáron sem áll meg a munka a szabadban. A kánikula azonban gyakran közbeszól, megnehezítve a dolgozók életét, egészségüket is veszélyeztetve. A forróság közepette így fokozott körültekintéssel kell eljárni. A megfelelő munkaszervezés elsősorban a szabadtéren, tűzőnapon fizikai munkát végzők esetében létfontosságú. Ilyenek kerül az építési, az útburkolási vagy a mezőgazdasági tevékenységek. A munkavédelmi törvény és az azt kiegészítő más jogszabályok nagy körültekintéssel szabályozzák, hogy hőség idején a munkáltatónak pontosan mikor és mit kell tennie a munkavállalók testi épségének megvédése érdekében. Külső munkavégzés, illetve külső helyen történő munka esetén védőitalt kell biztosítani 24 fok fölött a dolgozók részére. Védőitalok lehetnek palackozott, vezetékes vizek, ízesített vizek, lehetőség szerint, vagyis hát javasolt védőitalként nem alkoholos italokat biztosítani, és amennyiben lehetőség van rá, külső munkavégzés esetén hűvösebb helyet biztosítani a dolgozók részére, a dolgozóknak pihenőidőt többször fél óránként kiadni, és odafigyelni a dolgozóknak egymásra, illetve a munkáltatónak a dolgozókra, hogy a pihenőidő megfelelően ki legyen adva. A zárt munkahelyeken is tekintettel kell lenni a megfelelő munkakörnyezet kialakítására. Itt is figyelni kell a folyadékvesztés pótlására és az elegendő pihenőidő beiktatására. A munkáltatónak kötelessége biztosítani a megfelelő minőségű, mennyiségű és hőmérsékletű levegőt is. Amennyiben klimatizált a helyiség, akkor a légkondicionáló készülék használatát javasolják. A klímaberendezéseket ilyenkor a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni, tisztítani és fertőtleníteni. Hőségriasztás esetén a munkavédelmi hatóság is fokozott figyelmet fordít a munkavédelmi szabályok betartására, a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében.